Hát szép. De mondjuk fentől még jobb lehet, nem? Felmegyünk majd a kertbe, megnézheted, ha van kedved mászni. Nagyon furcsa, hogy tényleg itt lehet látni, az első vagyunk. Csak az három emeletes. Kettő. Hát úgy mondom, hogy földszint. Jajajaj, plusz kettő. Tehát három szintes, ugye körülbelül. Megnézd, körbenézel? Ja, csak itt megnézem, hogy meg olyan a földszinten lennénk. Eltolással van nyilván. Köszönjük? Eltolással van. És akkor itt ezen a szinten egy szobád van? Nem, kettő. Meg a nappali. Ezen kívül kettő. Tehát ez van, igen. Akkor itt van a három szoba. Itt a három szoba. Hát akkor ez a francia egyenlő volt. Ja, hát persze, nem vettem butorokat én, csak a fürdőszobát cseréltem ki, meg cipőszekrény. Mi felveszed? Aha. Hát miért? Hát én tudom, innen felveszek. Nézd meg, milyen szép. Ez a, itt is. Nézd meg. Durva. Tessék? Durva. Olyanes polcakról. Ez elhúzós, aha. És itt mész? Lépcsőház. Aha. Itt mész följebb akkor egy szintet. Tessék? Itt lehet följebb menni egy szintet. Igen, ez a benti lépcsőház, ott meg lejjebb. Aha. A bent. És akkor ez? Ez a lefelé. Igen, meg a lefelé. Jó, hogy így, aha. Ez meg a lefelé. Is kellene előtte. És akkor itt egy terasz. Aha. Hú, de meleg van. Szalonna sütő is van. Vettem. Azt is. Felmászunk majd? Felmehet. Jó, gyere. Megérjük a tényeket. Sziasztok! Sziasztok! Ja. Tényleg szép. Itt van egy ilyen nyitott szoba. Aha. A palifére. Aha. Tudod, ez volt balcson ez a butor. Ja, tudom. Csak ezt széjjel kellett szednem ahhoz, hogy hogy elférjen. Itt van a kazánház, egy ilyen, tudod, egy ilyen lomtároló. Itt van a háló. Aha. Jaj. Jó. Itt ez légkondis. Ja, még egy szoba itt. Ez légkondis itt. Mind a kettő. És akkor ez ugyanolyan erkély van, mint ami van lent. Aha, aha. Jó van. Franko. És akkor tudod, itt van a benti lépcsőház, de ez le van zárva. Ez itt. Ja, le van zárva. Igen, hát mert a kutya kinyitja. Maci kinyitja a lábával, csak azért. Képzeld el, hogy addig löködi, még kinyitja a lábával. Aha, aha.
Érdekes, nincs elkerítve a szomszédtól. Itt nincs. Majd egyszer, ha nagyon sok pénzem lesz, akkor csak egy részét kerítem el, mert végig nem tudom. Nem nagyon majd. Ezt már azt a szalonnasodat bennettem. De ki volt itt, itt a helye. Aha. Aztán ezt úgy nyíratom. Hát még a szar nyírni, az biztos. Hát én nem tudnám nyírni. És akkor szar ezt nyírni. Úgy nyíratom. De annyira szép. Hát ennyire. Igen, meredek. Köszön? Nagyon meredek. Aha. De nagyon szép helyen van. Hát még mindig kisebb ez, mint Barcson volt. Tessék? Ez a terület még mindig kisebb, mint Barcson volt. Aha. Nem kisebb. Nem. Hát lehet, hogy valamennyivel. Hát még a terep az elég szar. Hát igen, az jó, mert meredek. De volt a legpénzem, akkor vegyülőcsvázom. Mert most ezek az almák, ezek meg sűrűek áll. Mert szerintem az időjárás miatt fügét raktam ide, de szerintem a füge is ki van égve, ahogy látom. Hát... Most nézem, hogy ki van égve a füge. Akkor ezt mind szegény nyíróval nyírják? Aha, hát ilyen motorossal. Ja. Fügét fogtam. Hát el lehet fáradni, hallod. El. Hát öntözni kell sűrűbben. Hát jó. Nézd meg pedig ki volt hajtva. Ki volt hajtva is, kérde nem kisült. Majd kihajt. Aki hajt. Hát pedig kisebb ez, mint a balcsi terület szerintem. Kisebb? Ha hogyne. Háromszor. Háromszor kisebb, elmondom. Csak meredek. Hát meredek. Meredek. Hát azt tudom. Hát meg ki van sülve a fű mindenhol, tehát. Hát most így virattam le egy hete. Hála Istennek, hogy legyen kisülve. Aha. Hát idáig van, nem? Aha. Ja, hát... Ez jó nagy terület. Meg itt szépen le lehet látni mindent, tényleg a Mecsek oldalt. A város nyilván nem. Mert... Látom. Hát ja, tőlünk is lehet, csak nem ennyire. Nyilván. Háromszintes ház. Nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt a kertész kicsit egyenletesebben lenni. De nem tudom, hogy lehetne ez kicsit úgy... Hát ez direkt így van ilyen teraszosra, hanem lent is meg kéne csináltatnom teraszosra, mert így könnyebb. Tudod, hogy ilyen teraszos. Hát, ja. De lent ott nagyon meredek. Most egyelőre arra nincsen, majd gyümölcsfalkra akarom nőni. Furcsa ez a lépcsőzetes megoldás egyébként. Ez az miatt van, a hegy miatt. Hát igen. A szomszéd nem igen gondozza. Há? Az udvará. Hát meg az övé, a szomszédé. Ja, azt eladta azt a részt. De ez a szomszéd, ez meg ott is mi van. Aha.
meg az is füge. Sokszor fel szoktam ide jönni, és akkor itt csak így vagyok, olyan jó itt kint. Azt beszéltük a Laciékkal, mert ők Laci meg Tamara, hogy ide kéne egy medencét rakni majd. Ide valahova. Hát ásatni kéne. Nem olyan gondolsz? Hát venni medencét, tudod, és beleásni a földbe. És víz az meg van, mert van kút. Kút is van. Ásott kúton. Hát jó, lehetne csak. Nem tudom, nekem ez a terület, ez egy nagyon furcsa a terep, így. Nem tudnám ezt megszokni. Ez a mecseknek a lába. Hát ezt be akarom kerítetni, csak egy darabig így, tudod, hogy a kutyáknak legyen kimozgási lehetőség. Mit tudom én, csak eddig, vagy lehet, hogy a szalonna sütőjük. Valami így. Hát csak egy darabig szeretném bekerítetni. De hát ez meg csak a jövő zenéje. Csak a jövő zenéje. Hát jó. Ide raktam málvákat tavasszal, de az is kisült. Nem csodálom. De öntöztem. Jó darabig. Öntöztem. Aztán mégis. Még nem sütött így egyszer a szalonna sütőben, mert még nem volt rá időm. Még. De itt egy szép ez a nincsen, nem? Szép. Még nem olyan meredek. Szép, csak nekem a telep ez furcsa, így tudod. Hát a mecsek. Hát tudom. Aztán még vele. Jó. Meg ezt rendbe tartani is egyszerű azért. Tessék? Rendbe tartani is egyszerű szerintem. Itt a kertet? Hát, az egészet. Hát, ja, én csinálom. Csak én csinálom. Ezt is beütettem kukacvirággal az egészet. Megöntözöm. Megnyitom itt a izét, a csapot, és simán itt van víz, mert ott van egy csap. Aha. Ott, és oda feljön a kút. Meg ha menjünk a izébe, a földszintre. Na. Ja, azt nem is lakod egyébként? Igen? Melyik füge? Ez is füge ott. Ja, igen, hát is. Öt füge van az udvarban. Itt van, ott van, és lent van, meg ott lent is van. Egy, kettő, három, négy, és az ötödik a nagy. De ezt az egész udvart én csináltam így, mert kivágattam a fákat. Akkor ezt nem is lakod ezt a részt, ezt a földszint részt? Itt nincs lakás. Akkor itt mi van? Dolgozószobám. Ja, mondjuk itt tényleg. Azt hiszem, hogy rendes, ugye olyan tér van itt is, mint... Nincs itt büdös. Hát, kicsit dobosra a büdös szóval. Nem, büdös van. Nincs itt büdös. Ez a kazánház, meg ide raktam a varrógépet, meg a dolgoknak a babzsákját. Ja, és itt mosol? És ott van a mosókosája. A mosókonyha, meg ilyen mintáj. Meg ilyen, ott nézd be, ott van még egy csomó minden. Mi kell neked, öblítő? Tessék. Köszönöm.
akkor ez meg a Balázs. Uh-huh. Ja, hát akkor tényleg csak egy fontos a dolog vannak, itt nem lehet lakni, akkor... Itt lenne. Hát meg lehetne csinálni lakásra. Meg víz van, tehát egy tusolót kéne itt a mosógép helyén kiépíteni. Hát ja. Meg kicsit átalakítani az egészet. Kicsit átalakítani az egészet azért. Vagy pedig a kazánházba kialakítani egy tusolót. Beteszem a kocsiba az övítő. Hát nem, ez neki baja. Szép ez is. Meleg van ám a kocsiba. Hát persze, de mondtam, hogy hogy bent. Hogy bent nem felejtjük el, majd elviszed. Ott van a kút, az a bárdos, az a közel kút. Ott meg a hidrofor. Ja, az a kút. Az a kút, ez meg itt van a hidrofor. Lépcső alatti tároló. Még tárló is van. Itt van egy lépcső alatti tároló, itt volt a fa. Meg a Lacinak most itt vannak a cuccai. Az ebiszi belégi. Ja. Azt a mindenit. Bizony. És itt meg a pince. 98-ban vettétek. Á, én már nem tudom. Volt Tamás bácsi volt. Ja. Ez 20 éves bicikli. És te használod ezt a bicikli? Mm. De akkor minek van? Hát nem akarom eladni. Lerna használta. Itt meg a izé van. A pince. Ez a pince. Itt vannak a virágok, bent élen. Most a szerszámok. Uh-huh. De jó, nem? Jó. Jó nagy ház, nem? Uh-huh. Hát ez nem még régi bicikli. Hát az enyém. Tudom, hát ez még gyerekkoromban volt neked. Hát jó, jó ez. Nagyon jó bicikli. 30 éve bicikli. Nem baj ez. Jó ez. Jó ez. Ja, hát. Persze akkor a dorás, hogy a lentire simán át lehetne alakítani lakássá. Két szekény sor eltér a dorásban. Ezt meg ide kicsit szoktam csörögni. Csumpi, azt követtél. Csumpi. 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 És itt, ide raktam. Itt. És ez is még itt a... Eddig a feléig az enyém. Tehát ez még az enyém itt. Aha. Ez az egész beton. És ide megraktam kis leandereket. Uh-huh. Ezeket már én gyökeresztettem. Hú, iszok egyet. Tessék? Iszok egyet, hányos vásár. Gyere, Csonti. Holnap jön az Erna. És még húzunk egy zöld részt oda a szomszéd felől. Hogy még ennyire se lássanak át a kutyák. Tudod olyan zöldet. Mert először kerítés elemet akartam. Aztán mondtam neki, hogy... hogy felrakja a kerítés elemet. De mondom, nincs pénzem, kellene hozzá pénz is. Aztán... de megnéztem, nagyon drága lenne.